Szóval fura dolog ez a boldogság. Mint mikor egy kilátóban állsz, te csak a kilátás szép. De ez így önmagában kevés. És akkor elkezded győzködni magad, hogy megéri. Hogy kívülről tudod az agymenő főszínvonalát, pedig egyrésre láttál még végig. Hogy ismeretlenekről nézel az instasztorikat, és úgy pörgeted a Facebookot, hogy utána nem találsz vissza az elejéig. Hogy mindig van egy-két jó indok, hogy mégis miért ne húzd meg a ravaszt. Aztán végül egyedül, szomorúan várod azt a kibaszott tavaszt. Tudod, van aki szerint, ha a hátadra veszed a világ összes baját és megkörnyedsz, mint egy gerincsérves atlasz, arra kell gondolni, hogy kicsavart perspektívában olyan vagy, mint egy hátára fektetett cserebogár a világ tetején. Én nem kapálózom. És főleg nem ragaszkodom, hogy a lábaimon álljak. Egyetlen célom, hogy valahol egy boldog helyet találjak. A világ összes súlya? Születéskor nem kérdeztek ilyet. Mondjuk más sem nagyon kérdeztek. A nevem miatt is először csak 22 évesen akartak megverni. Innen üzenem a srácnak, hogy ne aggódj tesi, annyira magyar vagyok, hogy Miley Cyrus helyett Kilométer Cyrus-t hallgatok. De ezek csak szavak. Nézzük inkább a számokat. 5 éves koromban tanultam meg összekötni a cipőfűzőmet. 23 évesen tanulok összekötni valami fontosabbat. 5 és 23. A köztes 18 év alatt megtanultam, hogy két páratlan számjegy összege mindig páros. Nevezhetjük ezt felnövésnek? Mert a felnövés nekem olyan, mint mikor szereted a verseket, de rájössz, hogy a leggyakoribb hexameter az áfás számja igényét kérjük előre jelezze. Ez is egy különbség. Ahogy különbség az is, hogy ez most nem egy szerelmes levél, csak egy hálaadás. Hogy révész végre megpihenhet, nincs több útnak indulás. Nincs több agymenők főcímdal, nincs több Insta sztori. Mirjamként eldobom a mikrofont, mert tudom, hogy a visszhang tovább tart, mint a mondani való. Mert hát valljuk be, fura dolog ez a boldogság. Mintha egy színpadon állnál, és csak a kilátás lenne szép, és győzködöd magad, hogy vajon tényleg megérte. Meg. Érte.